Hello, ez a FASTECH. A részletes termékleírás előtt hadd mutassam be röviden a FASTECH Etercat termékcsaladot. Itt van az EZI Servo nevű márka. Az EZI Servo egy zárt hurkú léptetőrendszer termékcsalád. És van egy EZI Step nevű márka. Az EZI Step nyílt hurkú mikrolépőrendszer termékcsalád. Végül az EZI IO márka egy IO modul termékcsalád, amely digitális IO modult, analóg IO modult és számláló modult tartalmaz. Tehát a FASTECH Etercat termékcsalád rendelkezik a zárt hurkú léptetőrendszer EZI Servo márkájával. A nyílt hurkú mikroléptetőrendszer EZI Step márkája. És az IO modul EZI IO márkája. Vessünk egy pillantást az egyes termékmárkákra egyenként. Először is, az EZI Servo márka. Az EZI Servo márkának 5 terméke van, köztük. EZI Servo 2 Etercat, a zárt hurkú lépcsőrendszer szabványos típusa. EZI Servo 2 Etercat Mini, mini meghajtó típus. Az EZI Servo 2 Etercat 4X típusú 4 tengelyes hajtás és az EZI Servo 2 Etercat 8X típusú 8 tengelyes hajtás. És az EZI Servo 2 Etercat All, egy Elinon típus, amely egyesíti a motort, a nagy felbontású kódolót, a meghajtót és az Etercat hálózatot. Ezután az EZI Step márka. Az EZI Step márkának 3 terméke van, köztük. EZI Step 2 Etercat, szabványos típusú nyílt hurkú mikroléptetőrendszer. EZI Step 2 Etercat Mini, mini meghajtó típus. És EZI Step 2 Etercat 4X, 4 tengelyes hajtás. Végül az EZI IO brand. Az EZI IO márkának 3 terméke van, köztük. Digitális IO modul, analóg IO modul és számláló modul. Tehát a FASTECH összesen 11 Etercat termékkel rendelkezik. Mivel különféle termékek léteznek, a FASTECH képes Etercat teljes megoldásokat nyújtani. A 11 terméktípus közül szeretném bemutatni a nyílt hurkú mikroléptetőrendszer 3 Etercat termékét. A nyílt hurkú mikrolépőrendszer első Etercat alapú terméke az EZI Step 2 Etercat. Először is elmagyarázom az EZI Step 2 Etercat termék kombinációs modellnevét. A példamodellnévben az EK az Etercat hálózatot használó terméket jelenti, az 56-56 mm-es motorkarima méretét, az L pedig a motor hosszát jelenti. A BK azt jelenti, hogy fék van rögzítve a motoron. Kiválaszthatja a motort nem a 8-20 mm méretű motorból, nem a 34-86 mm méretű motorhoz. A motor hossza a motortest hossza, kivéve a motor tengelyét, és választhat kicsi, közepes, nagy és extra nagy hosszúságot. A választható hosszúságok a motor méretétől függenek. Fék működtethető nem a 17-42 mm méretű motorról, nem a 34-86 mm méretű motorra. A fék nem gerjesztő típusú, amely a tápellátás megszűnésekor aktiválódik. Ezzel például megakadályozhatja az étengely terhelésének esését. Kérjük, tekintse meg a katalógust a részletekért. Most nézzük meg az EZI Step 2 Etercat termékek jellemzőit. Az EZI Step 2 Etercat egy Etercat alapú nyílt hurkú, mikrolépcsőzetes rendszer. Támogatja a CIA 402 hajtás profilt, amely a hajtásmozgás vezérlés szabványos profilja. Támogatja a CSP módot, amely szabályozza a sláve helyzetét azáltal, hogy minden ciklusban megkapja a célpozíciót a mestertől, és a Profil Position mód T, amely általános pont-pont mozgás parancs, és a Homing mód T, amely egy origó keresési parancs. Ezen kívül a minimális ciklusidő 0,25 millisekundum. A ciklusidő a mester és a szolga közötti kommunikációhoz szükséges idő. A minimális ciklusidő pedig az az idő, ameddig a szolga megkapja, feldolgozza és válaszol egy csomagra. Akkor miért fontos a minimális ciklusidő? Például a szinkron vezérlésben, ha a ciklusidő rövid, akkor sima és nagy pontosságú vezérlés lehetséges, de ha a ciklusidő hosszú, akkor a zökkenőmentes működés nem lehetséges. A gép követelményeitől függően a léptetőmotorokat és a szervomotorokat gyakran együtt használják. Ebben az esetben a ciklusidőt a hosszabbnak megfelelően kell használni. Például, még akkor is, ha a master és a szervohajtás minimális ciklusideje 0,25 millimásodperc. Ha a lépéshajtás ciklusideje 0,5 millimásodperc, akkor a minimális ciklusidőnek 0,5 millimásodpercnek kell lennie. Ezért sok vállalat megpróbálja csökkenteni a minimális ciklusidőt a nagy pontosságú mozgásvezérléshez. Ezután az EZI Step 2 Etercat kompatibilis a különböző Etercat Master vezérlőkkel.
ezek a Fastec Etherzat termékei, amelyeket az Etherzat Technology Group, a világ legnagyobb Etherzat szervezete jegyzett. Ha ezzel a címmel belép az ETG hivatalos webhelyére, és keres a Fastec-ben, akkor láthatja, hogy a Fastec 4 típusú Etherzat Slave terméke szerepel a listán. Az Etherzat többi termékét a jövőben frissíteni fogjuk. Az ETGT, a világméretű Etherzat szövetséget Németországban alapította Beckhoff, az Etherzat megalkotója. A Fastec kompatibilitási ellenőrzést kapott az ETCN, az Etherzat Testcenteren, amely az ETG leányvállalata, és ellenőrzi az Etherzat termékek kompatibilitását. Jelenleg csak az EZI Servo 2 Etherzat, a standard típusú termék kapott hivatalos kompatibilitási tanúsítványt, de az ezen kompatibilitási tanúsítványon alapuló funkciókat alkalmazták az EZI Step 2 Etherzat termékre. Amint korábban ellenőrizte, bár az EZI Servo 2 Etherzat befejezte a kompatibilitási ellenőrzést és megkapta a hivatalos tanúsítványt, ez nem bizonyítja a kompatibilitást minden gyártó Etherzat mesterével. Így a Fastec-szel és a nagyobb Etherzat mestervállalatokkal együttműködve elkészült a mester és a szolga közötti kompatibilitási ellenőrzés a CIA 402 alapú, az Etherzat hajtásmozgás vezérlés szabványos profiljában, ami a Fastec Etherzat termékek megkülönböztető jellemzője. Az egyes mestervállalatokkal való kompatibilitási teszt során ellenőrizték a csatlakozási módot és az Etherzat funkció működését különböző mesterekkel. Az előzőekben említett ellenőrzési eredményeket egy táblázat foglalja össze. Ezek megfelelőségi vizsgálati jelentések és csatlakozási kézikönyvek az egyes mesterekhez. A Fastec Etherzat termékek bemutatóját minden mestervállalathoz eljuttatták, és a mester közvetlenül elvégezte a megfelelőségi tesztet. A megfelelőségi vizsgálati jelentés esetében azt írták, miután minden mesterrel ellenőrizték az EZI Servo 2 Etherzat normál működését a CIA 402 alapján. A csatlakozási kézikönyv tartalmazza az ESIFI regisztrációs módját, valamint a Master és Slave csatlakozási módot. Először is, itt van a példa a tényleges megfelelőségi tesztről. Ez egy jelentés, amelyet a Fastec Etherzat Slave tesztelése után írt az Egyesült Királyságban a Trio Motion Technology nevű mestervállalat. Minden, a tesztre alkalmazott értékelési tételt közvetlenül a CIA 402 hajtásprofilból vettünk, amely a hajtásmozgás vezérlés szabványos profilja. Például, ha ezt a részt nézi, ellenőrizheti a CIA 402 meghajtó profil tesztállapotát a meghajtó állapot vezérlés, a működés engedélyezése, a működés letiltása és a hibakódok tekintetében. Vizsgálatokat végeztek minden egyes értékelési tételnél, és ez az eredmény. Ezért, ha ezt a megfelelőségi vizsgálati jelentést a Trio Master segítségével eljuttatják az ügyfelekhez, akkor a kompatibilitás miatt nem használhatják a Fastec Etherzat termékeket. Ha szüksége van ezekre a kompatibilitási tesztjelentésekre, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Fastec ügyfélszolgálatával ezen a telefonszámon vagy a salsatfastec-motions.com címen, és elküldjük önnek a jelentést. Ezután nézzük a csatlakozási kézikönyv példáját. Ez az MC4N, a Trio Etherzat Master és a Fastec Etherzat Slave csatlakozási kézikönyve. A csatlakozási kézikönyv tartalmazza az ESIFI regisztrációs módját, valamint a Master és Slave csatlakozási módot. Ha a csatlakozást a jelen kézikönyv szerint állítja be, akkor könnyen és gond nélkül csatlakoztathatja a Mestert és a Slave-t, anélkül, hogy elolvasná a Master csatlakozási kézikönyvét. És az Etherzat csatlakozási kézikönyve minden mesterhez letölthető a Fastec webhelyéről. Ha a következő címre lép, és az egérmutatót a kezdőlap letöltések fülére helyezi, megjelenik a gyors letöltés elem. Kattintson az elemre a termékek listájának megjelenítéséhez. Kattintson az EZI Step 2 Etherzat termék hálózati kézikönyv gombjára a listában szereplő termékek között, és töltse le az egyes mester csatlakozási kézikönyveit. A Trio MC4N Master kézikönyve, amelyet korábban példaként említettem, szintén letölthető innen. Ugyanezt a kézikönyvet akkor is letöltheti, ha más Etherzat termékek hálózati kézikönyv gombjára kattint. Végül, mivel az EZI Step 2 Etherzat kódoló nélküli nyílt hurkú mikrolépőrendszer, az aktuális pozíció ellenőrzéséhez olvassa el a parancs pozícióját. Eddig megvizsgáltuk az EZI Step 2 Etherzat jellemzőit.
A következő bemutatandó termék az EasyStep 2 Ethercat Mini, amely egy Ethercat alapú nyílt hurkú mikrolépőrendszer kompakt mini meghajtó terméke. Először is elmagyarázom az EasyStep 2 Ethercat Mini termék kombinációs modellnevét. A példa modellnévben az EC az Ethercat hálózatot használó terméket, az 1001 a mini meghajtót jelenti. A 42 a 42 mm-es motorkarima méretét, az XL pedig a motor hosszát jelenti. A BK azt jelenti, hogy fék van rögzítve a motoron. Kiválaszthatja a motort nem a 8-20 mm méretű motorból, nem a 24-60 mm méretű motorhoz. A motor hossza a motortest hossza, kivéve a motor tengelyét, és választhat kicsi, közepes, nagy és extra nagy hosszúságot. A választható hosszúságok a motor méretétől függenek. Fék működtethető nem a 17-42 mm méretű motorról, nem a 24-60 mm méretű motorra. A fék nem gerjesztő típusú, amely a tápellátás megszűnésekor aktiválódik. Ezzel például megakadályozhatja az étengely terhelésének esését. Kérjük, tekintse meg a katalógust a részletekért. Most hadd mutassam be az EasyStep 2 Ethercat Mini termék jellemzőit. Az EasyStep 2 Ethercat Mini egy Ethercat alapú nyílt hurkú, mikrolépcsőzetes rendszer. Az EasyStep 2 Ethercat Mini kompakt méretű meghajtót használ, így helyet takaríthat meg, és a kábelezés egyszerűbb lenne. Az EasyStep 2 Ethercat Mini egyéb jellemzői megegyeznek a korábban leírt standard típusú EasyStep 2 Ethercat típusokkal. Az EasyStep 2 Ethercat Mini meghajtó mérete több mint 3 az Ethercat szabványos meghajtó mérete. Mérete hasonló a névjegykártya méretéhez. Ezen túlmenően, mivel a meghajtó mérete kompakt, a meghajtó közvetlenül a motor közelébe is felszerelhető, ami lerövidíti a motor és a hajtás közötti húzalozást, így a bekötés egyszerűbb, és a költségek is csökkennek. Eddig bemutattam az EasyStep 2 Ethercat Minit. Az utolsó termék, amelyet bevezetnek, az EasyStep 2 Ethercat 4X, egy Ethercat alapú nyílt hurkú mikrolépőrendszer négy tengelyes típusú terméke. Először is elmagyarázom az EasyStep 2 Ethercat 4X termék kombinációs modellnevét. A példa modellnévben az EC az Ethercat hálózatot használó terméket jelenti, a 4X a négy tengelyes terméket. Az ügyfél választhat 3 vagy 4 tengelyt, és mindkét meghajtó mérete azonos. Kiválaszthatja a motort nem a 8-20 mm méretű motorból, nem a 24-60 mm méretű motorhoz. A motor hossza a motortest hossza, kivéve a motor tengelyét, és választhat kicsi, közepes, nagy és extra nagy hosszúságot. A választható hosszúságok a motor méretétől függenek. Fék működtethető nem a 17-42 mm méretű motorról, nem a 24-60 mm méretű motorra. A fék nem gerjesztő típusú, amely a tápellátás megszűnésekor aktiválódik. Ezzel például megakadályozhatja az étengely terhelésének esését. Kérjük, tekintse meg a katalógust a részletekért. Most hadd mutassam be az EasyStep 2 Ethercat 4X termék jellemzőit. Az EasyStep 2 Ethercat 4X egy Ethercat alapú, négy tengelyes, nyitott hurkú mikrolépőrendszer. Egy EasyStep 2 Ethercat 4X tokban négy meghajtó található. Így helyet takaríthat meg, és a kábelezés egyszerűbb lesz. Helytakarékosság és kevesebb kábelezés csökkentheti a költségeket. Az EasyStep 2 Ethercat 4X egyéb jellemzői megegyeznek a korábban ismertetett standard típusú EasyStep 2 Ethercat jellemzőivel. Például, ha összehasonlítjuk a 4 EasyStep 2 Ethercat telepítésével, amely a Fastec standard terméke, az EasyStep 2 Ethercat 4X telepítése csak fél helyet igényel a telepítéshez. Ha bal oldalon négy szabványos terméket lát halmozva, a szélesség 166 mm, a magassága 134 mm. Ez a szám az egyszerű összehasonlításhoz szolgál, és amikor a meghajtókat a tényleges gépre telepíti, előfordulhat, hogy több helyre van szüksége a kábelezés és a termékek közötti hely miatt. Viszont a jobb oldali négy tengelyes hajtás esetén a szélesség 100 mm, a magassága 100,4 mm. A négy szabványos termék telepítéséhez képest a telepítési hely felére csökken. Ezen kívül négy standard típusú meghajtó esetében egy Ethercat kábelre van szükség az Ethercat Masterhez való csatlakozáshoz, és három Ethercat kábelhez a hajtások közötti lánc összeköttetéshez, tehát összesen négy Ethercat kábelre van szükség, de csak egy Ethercat kábel EasyStep 2 Ethercat 4X használata esetén.
a tápkábelek 4 kábeltől vezérlő tápkábelre és motoros tápkábelre csökkennek, ami kevesebb és egyszerűbb kábelezést és költségcsökkentést jelent. Eddig bemutattam az EasyStep 2 Ethercat 4X-et. A Fastech webhelyéről www.fastech-mosons.com letöltheti a termékekkel kapcsolatos anyagokat, például katalógusokat, kézikönyveket, rajzokat, valamint bemutató videókat és webináriumokat nézhet. Továbbá, ha Fastech kifejezésre keres a YouTube-on, akkor több mint 100 bemutató és webinárium videót láthat. Köszönöm, hogy meghallgattak!